A Szimplő Női Liga 19. fordulójának nyitányán az FTC a Haladás Viktóriát fogadja. Az Éllovas Ferencváros már biztos részevője a bajnoki döntőnek, így ezt a mérkőzést is a fináléra való felkészülésre és a taktikai variációk bővítésére használhatja a bajnokságban szeptember óta veretlen együttes. A Szombathelyiek célja az utolsó fordulóban, hogy megőrizzék a bronzcsatát ígérő negyedik pozíciójukat. Egy biztos, a Fraditól legutóbb a Haladás Viktória tudott pontot rabolni a bajnokságban, ez most is nagy bravúr lenne. A Diós Győr az Astrával mérkőzik meg a következő körben, egyik csapat sincs nyerő szériában. A DVTK utoljára 4 fordulóval ezelőtt tudta begyűjteni a 3 pontot, az Astra pedig idén még nyeretlen. A két klubot egy hely és 6 pont választja el egymástól. A pozíció és pontelőny Bém Gábor csapatánál van. A két együttes legutóbbi találkozóján 1-1-es döntetlen született. Az utolsó helyezett Soroksár az Eto FC Győrt fogadja a 19. fordulóban. A győriek két bajnoki óta nyeretlenek, jelen pillanatban a 3. helyen állnak a tabellán, így továbbra is óriási a küzdelem az utolsó fordulókban a Győr és az MTK között a bajnoki döntőt jelentő 2. pozíció megszerzéséért. Az Etónak már csak emiatt is kötelező lenne a győzelem a sereghajtó ellen. Az MTK Puskás Akadémiát fogadja. Farkas Attiláik az előző fordulóban az Astra legyőzésével felléptek a dobogó 2. fokára, így életben tartották a bajnoki döntőbe jutási reményeiket. Halászti Kingáik viszont szépen teljesítenek, főleg a bajnokság 2. felében. Jelenleg az 5. helyen állnak, és az MTK otthonából egyszer már el is tudtak hozni 1 pontot, így most is kiélezett mérkőzésre számíthatunk a két együttes között.